Sziasztok, kockák! Szeptember 8-át írunk, és bár nem biztos, hogy ma publikus lesz ez a videó, annak ellenére ma filmezem. Miért fontos a szeptember 8-a? Ha persze azért, mert Star Trek nap van, de nem ez a mai téma. Mert szintén szeptember 8-ára esik az idén a Disney Plus nap is. Azaz, a Disney Plus ilyenkor mutat be sok újdonságot, az autóknak a rajzfilmsorozata került fel ma a Disney Plus kínálatába, valamint a Thor, Szerelem és Mennydörgés a film végre elérhető digitálisan, aki nem nézte, az megnézheti. Amikor az Erdély Kockák weblapjára, erdélykocka.ro, hogyha valaki nem tudná, felraktam a Thor film kritikámot, és amelyikben azt neveztem, hogy az első ma MCU romantikus komédia. Amikor felraktam a kritikámot, már eldöntöttem, hogy be fogom mutatni a képregény alapját a filmnek, azaz honnan volt inspirálva. És a képregény alapja, ahogy láthatjátok, Jason Aaronnak a Thor sorozatából van. Ez a Thor sorozat megjelent magyarul a Fumax-nál, bár nem az egész sorozat, tehát még van, amit kiadjon a Fumax, és reméljük, hogy ki is adja, mert szerintem nagyon jól sikerültek. De amikor ez is megjelent, ez gyakorlatilag a Thor, a Mennydörgés istene, ez a 2012-es sorozat alapján van, Amerikában 2012-es sorozat. A Mennydörgés istennője az 2014-es sorozat, és a Méltatlan Thor pedig 2016-os sorozat, és utána is folytatta Jason Aaron a Thor írását. Egész addig, amíg a War of the Realms, vagyis a Birodalmak háborúja eljött, ez 2019-es sorozat, és másképp az is, annak is megjelent az a fő történetszála a Fumaxnál nemrég, sajnos azt még nem szereztem be, még nem olvastam. De nem is az a lényeg, arrafele vezet a sztori, arrafele épít, de nem azt akarom most bemutatni, hanem most azt akarom bemutatni, hogy honnan indult. És a Thor film ezekből a sorozatokból merít. Az első kötet a Thor, a Mennydörgés istene, Jason Aaron és Esad Ribic horvát rajzolónak a műve. Igaz, a Jason Aaron amerikai író. Ez folytatódik a Mennydörgés istene 2. kötetben, majd a Mennydörgés istennője kötet következik, és ami még megjelent a Fumaxnál, az a Méltatlan Thor, az Unworthy Thor, ez a 2016-os sorozat, amely is, ahogy mondtam, csak Jason Aaron írja, és Olivier Coipel rajzolja. Coipel, mert franciás igaz, minden angol interjúban, amelyben szegény Coipel szerepel, mindig mondják neki Coipel, hát nem teljesen igaz, mert hogyha egy francia interjút meghallgattok vele, a francia rádiónál is szerepel például, és ottan a nevét kiejtik, akkor mindig úgy mondják, hogy Coipel. És másképp ezt Viktor barátunk is tanította. És ebbe szeretnék egy kicsit belemászni. Nem lesz sok spoiler, igaz, mert próbálom úgy bemutatni ezeket a képregényeket, hogy ne legyek spoileres. Itt inkább az a lényeg, hogy megmutassam, hogy hogy néz ki, mi a minősége, mi a véleményem róla. Az első kötet az Esad Ribic rajzolja, és Thor, a Mennydörgés istene. Itten fontos a Thor film szempontjából, ugyanis Gór, az istenölő, itt tűnik fel először, és itt mutatja be a találkozásait Thorral. És nagyon érdekesen, ahogy bemutatja a találkozást, nem nagy spoiler, de három idővonalon fut a találkozás. Az első, Thor első találkozása Górral 893-ban történik, ez még a fiatal Thor, aki Midgarra, vagyis a földre jár, bulizni, inni, és hogy jól érezze magát. A napjaink Thorja az már a Thor, akit ismerünk a képregények oldalairól, és szintén egy Górral való találkozást mutat be, és ugyanakkor évezredek múlva a King Thor, vagyis Thor király sztoria, amikor utoljára találkozik Górral. És ez az, amit ez a kötetben mutat. Amiért fontosnak találom, hogy igazán a Thor Mennydörgés, a Szerelem és Mennydörgés film eléggé komédiára sikerült. Tehát
Taika Waititi rendező a Thor Ragnarokból nem azt tanulta meg, hogy miért volt jó a Thor Ragnarok, mert a Thor Ragnarok ez egy közkedvelt Marvel film, és szinte minden Marvel rajongó szereti. És nem azt tanulja meg, hogy miért volt jó a Thor Ragnarok, vagyis hogy jól ötvözi az akciót és a komédiát, jó az egyensúly a kettő között, hanem azt tanulja meg igaz-e, hogy júj, az emberek milyen jól reagáltak a komédiára, és ebből kiindulva még komikusabbá tette a negyedik Thor filmet, ami szerintem a film rovására megy. Többek között azért is megy a film rovására, mert Gore egy fantasztikus karakter. És igaz, a Christian Bale személyében egy nagyon jó megtestesítőjét találták meg Gore-nak, de hogyha megnézitek a képregénybe, tehát itt ezeken az oldalakon pont szerepelt Gore, ha megnéztek Gort a képregénybe, akkor igaz egy picikét Voldemortos, a Harry Potter rajongók tudják, hogy ő ki, de sokkal félelmetesebb karakter. És a filmben sohasem derül ki rendesen, sohasem mutatják meg azt, hogy Gore miért félelmetes. Mindig beszélnek róla, hogy Gore az istenőrő, és jaj Istenem, és Gors így, úgy, de nem tudjuk ezt meg. A képregény elemben nagyon jól felvezeti Gore-nak a karakterét, és nagyon szépen bemutatja, hogy miért is félelmetes Gore, miért is pusztítja az isteneket, mi az igazi motivációja, hogyan megy tovább, másképp itt van pont a sztori, amikor elmeséli azt. És egyszerűen egy félelmetes karakter, és igazán rá érdemel erre a God Butcher, vagy az Isten mészárló címre. Ez sajnos a film nem hozza jól, nem mutatja be jól, a képregény fantasztikus a filmhez képest. Tehát, hogyha tetszett a film, és érdekel, hogy honnan indul ki az egész, akkor nagyon is ajánlom a Thor a mennydörgés istenét. De a második kötet folytatja a sztorit, így vagy úgy lezárul az első kötet, nem, akarattal nem mutattam be a végét, nem akarok spoilerezni. A második kötet is folytatja a több idősikos megközelítését a képregénynek. Van külön történet, amelyik csak a jövőbe játszik, van történet, amelyik a múltban visszatekint. Az, ami érdekes, az az, hogy itten a sötét elfek az ellenség, de a második kötet nagyrészt felvonul mutatja a Thor ellenségeinek szinte az összesét. Itt láthatjátok a Malekitet. És Malekitről szól effektív, Malekit a fő ellenség, de nem csak, mert az óriások is feltűnnek a jégóriások is, és a Thor mitológiának a nagyon-nagyon fontos karakterei mind fel vannak vonultatva. Megint egy nagyon jól sikerült kötet, csak ajánlani tudom, és így gyakorlatilag nagyon nem akarom végvezetni. Igen, itten akarom ezt még megmutatni, hogy a második kötet bevezeti a Roxxon nevezetű céget, és a Roxxon nevezetű cég ez egy elég természetromboló cég, tehát egy ilyen pénzélyes természetromboló cég. Van közük a Malekithez, összedolgoznak vele, a Roxxon története nincsen befejezve ebbe a kötetben, sőt, igazából a Malekit is nincs teljesen, de bevezetnek egy ilyen természetvédő orientált sztorit is a Roxxonon keresztül. Érdemes elolvasni, nagyon jól sikerült, nagyon jó a rajzolás. Megjelenik itten Thornak az úgymond Jane Foster helyett, akit bevezettek, mint lehetséges társa Rosalind. Nem lövök le sok point vele kapcsolatba. És amikor ennek vége van, jön a következő kötet, ami inspirálta igazából a filmet, mégpedig a Mennydörgés istennője. Ahogy tudjuk már a filmből, tudjuk, hogy ki a Mennydörgés istennője. Ha nem tudod, akkor nézd meg a filmet, nem lövöm le a point. És a második kötet végén lesz Thor méltatlan a kalapács a Mjölnirnek a használatára, hogy miért ez megint egy hosszabb sztori, folytatása is van neki, nem akarom spoilerezni. Kedvenc kecskéink másképp itten a Mennydörgés istennőjében már feltűnnek, és Thor persze találkozik a Mennydörgés istennőjével is, megtudja, hogy nála van a kalapácsa, hogy ki a Mennydörgés istennője, azt is megtudja az olvasó is, és Thor is később. A filmet, akik látták, azok teljesen tisztában vannak, hogy ki és miért ő a Mennydörgés istennője. Russell Deiterman itten a rajzoló, egy amerikai rajzoló,
és megint a képregény sokkal, de sokkal jobban ötvözi a humort, a romantikát és az akciót. Sokkal inkább érdemes azt mondani, hogy ez egy igazi Thor történet, mint hogy az, amit a film csinált, amelyek egy kicsit nevetséges, mert igaz, a Thor karakteréből is nagyon nevetségeset csinált, és túlzottan, tehát egyszerűen szerintem túlzottan elmentek a komédia irányába. Taika Waititi nem a helyes következtetés vonta le a Thor Ragnarok filmből, hanem teljesen helytelen következtetéseket vont le. Nem mondom, Taika Waititi egy fantasztikus komédiaíró, vannak filmjei, ajánlom például What We Do in the Shadows filmet, tehát nem a sorozatot, hanem filmet, bár a sorozat sem rossz, de a film, amelyeket ő rendezett, egyszerűen fenomenális, sokat nevettem rajta, és illik a stílusra hozza. Azt, amit a Thor 4-ben csinált, az egyszerűen már túllőtt a célon, és már nem volt igazi Marvel film szerintem. Már mint igazi Marvel film, el kell fogadjuk, hogy Marvel, és nem rossz, tehát egy élvezhető film, amit szívesen újra nézek, jókat nevetek rajta, de mindig meg fog akadni a szemem azon, hogy Thorból egy mennyire másodlagos karaktert csináltak, azaz azért, hogy a női Thor erősebbnek tűnjön, hogy jobbnak tűnjön, ezért gyengítették és kicsit ökörködtek Thorral, azok után, amiután Thor igazi az Avengers-be és az első két filmbe, egy fantasztikus karaktertörténeten keresztül megy előre. Kinek a pap, kinek a papni, nekem ez nem jött annyira be. Mondom, szívesen újra fogom nézni, és újra fogom nézni csak. Na. És itten a Thor, az utolsó kötet, amit kiadtak, a Thor, Oliver Quappen rajzolja, Jason Aaron írja, ahogy már mondtam. Itten az utolsó kötetben Thor elindul megkeresni, állítólag van egy második Thor kalapács, nem akarok erről részleteket mondani, valaki segít neki, hogy elárulja, hogy ez létezik, másképp ez egy ismert Marvel karakter, és kíváncsi vagyok, hogy a filmbe elviszik ebbe az irányba, nem lenne rossz. Beta Ray Bill is feltűnik itt a képregényben, és a méltatlan Thor egy nagyon-nagyon jó, ő a gyűjtő, a collector, vele találkoztunk a Guardians of the Galaxy filmben, ő itten a fő ellenség, hogy miért pont ő a fő ellenség, nem akarom lelőni, mert egy elég nagy poénja van ennek, de a lényeg az, hogy a Thor a kalapácsát újra próbál keresni, hogy van egy második kalapács, és akkor azt keresi. Felismeritek a karaktert? Ha nem, akkor megmondom, hogy ő az egyik karakter, az Avengers Endgame-ből Thanosnak az egyik tisztje. És megint egy nagyon-nagyon jó minőségű Thor képregényt kapunk, és sokkal, de sokkal inkább ajánlom, hogyha érdekel a Thor, hogyha szeretnéd megismerni a történeteit, a Fumax által kiadott Thor kötetek nagyon-nagyon hozzák a formát, és nagyon-nagyon jó Thor történeteket választottak ki. Eleve Jason Aaronnek a Thor vonala szinte 10 évig írta a Thort, és nagyon-nagyon elismert vonal. Tehát a méltatlan Thor, a mennydörgés istennője, a mennydörgés istene 2, és a mennydörgés istene 1. Hogyha kéne jegyet adjak, akkor az első kötet az egy 10-es kapna, a mennydörgés istene 8-as, a mennydörgés istennője egy 9-es kapna tőlem, és a méltatlan Thor, ez a legrövidebb sztori, mit mondja, hát 9-10-es között vacilálok valamelyik a kettő közül. Szóval, nézzétek meg a Disney Plus-on a Thor filmet, ha még nem láttátok, és hogyha érdekel, hogy milyen Thort, tehát a Thornak az eredet története, a Thornak a képregényes háttere, akkor a Kingpin kiadónál is jelentek meg Thor kötetek, de a film szempontjából sokkal fontosabbak ezek a kötetek, amik a Fumax kiadónál jelentek meg, mert ez a 4 kötet igazából az alapja a Thor a Mennydörgési Szerelem című filmnek, vagy Szerelem és Mennydörgés című filmnek, és innen volt Taika Waititiéknek az ötlete, hogy alkalmazzák az ellenségeket, a karaktereket, a karakter átalakulásokat, csak véleményem szerint túl komikusra sikerült. Mindenképp érdemes megnézni a filmet, és kötelező elolvasni a képregényt, hogyha érdekel. Sziasztok!